tisztelt hallgatóság! Tanárember lévén szeretem túlbeszélni a dolgokat, ezért leírtam a dövizeset. A 90-es évek közepén részt vettem egy nemzetközi konferencián, amely a posztkommunista rendszerek politikai elitjéről szól. Egy német tudós kollégám, Klaus Eggers, a következő bejelentéssel lepte meg a hallgatóságát. Közkeletű definíció szerint a politikai elithez tartozónak azokat tekintjük, akik egy országban az összes fontos döntéseket meghozzák. Nos, Oroszországban, ő Oroszország szakértő volt, ma a fontos döntéseket nem politikusok hozzák. Így a politikai elitről nem is beszélhetünk. Miután előadásom így tárgyalanná vált, nem is folytatom. Köszönöm. Nagy kísértést érzek, hogy magam is hasonlóképpen járjak el a kelet-európai államszocialista rezsimekben lezajlott politikai reformokkal kapcsolatban. Bizonyára sokan védik úgy, hogy a politikai reform kérdése izgalmasabb, mint a gazdasági reformoké. Én azonban nem így gondolom. A gazdasági mechanizmus reformja és az annak nyomán létrejött társadalmi konfliktusok tették egyáltalán lehetővé, hogy a politikai reformról komolyan szó esik. Olyan eredendő gazdasági törvények, mint például a társasági törvény vagy az adórendszer bevezetése jelentősebb hatással voltak a politikai változásokra, mint bármilyen reform elképzelésnek. Végül a 80-as évek közepén a reform közgazdászok egy csoportja jutott arra a következtetésre, amit a fordulat és reform című dokumentumban meg is fogalmaztak, hogy a gazdasági reformok sem tudnak igazán érvényesülni valódi politikai reformok nélkül. A vállalati önállóság szorgalmazása például nyilvánvalóan érinti az állampárt irányítási jogait és hatalmi politikai státusát. A demokratizálás igénye alapvetően tehát a gazdasági reformokból és az azzal párhuzamos társadalmi válságból eredt. A kettő összefügg egymással. Társadalmi és gazdasági válság nélkül gazdasági reformok semmi volna. Természetesen igaz, hogy 1956 után sok policitípusú reform született. Gondolom, legtöbben arra számítottak, hogy ezekről fogok beszélni. De ezek nem érintették a politikai rendszer intézményes alapköveit. A kétségtelen az, hogy a gazdasági reformmal kezdődtek el azok a típusú politikai reformok, amelyek a rendszer természetét is megváltoztatták. Voltak olyan fontos politikai reformok, policy típusú reformok, tehát ágazati politikai reformok, amelyek persze előnyösen különböztették meg mondjuk Magyarországot, a Romániától, vagy más országoktól, és ugye igaza van Földer Györgynek, hogy a 60-as évek közepében kialakult ez a bizonyos kádárista modell, amelynek sok pozitív eleme volt, a számos változás közül elég azt felsorolni, hogy mennyivel toleránsabb politikai légkör jött létre, hogy nem akarták nála társadalmat egy ideológiai átnevelő tábornak tekinteni, hogy a önállóságnak, a közigazgatási reform szorgalmazásának számos pontja valósult meg, stb. De azok a politikai értékű változások a közigazgatás szervezetében, a választási rendszerben, többes jelölése gondolom, a vállalati önállóság növeléséhez szükséges politikai lépésekben, a kinevezési jogkörök decentralizálásában, azok összekapcsolódnak a gazdasági reform követelésével, tehát programjával, napirendjével. Olyan átfogó és meg is valósítható politikai reformkoncepció, amely a rendszer egészét érintette volna, nem született, és nem is lett volna keresztül élhető. Természetesen voltak olyan teoretikusok, akik a liberális demokrácia modelljét, a külső nemzetközi pontológiai tankönyvekből simán adaptálni próbálták a hazai viszonyokat, de minden esélyük hiányzott ahhoz, hogy ezt politikai alternatívának tegyék. Ugye itt a demokratikus ellenzéknek a koncepciójúról beszélnek, amely önmagában szintén elég tagolt volt, és nem volt egységes.
A rendszerben szocializált értelmiség adóban nem rendelkezett ilyen kidolgozott koncepciókkal, tehát készmódelekkel. Valószínűleg a politikai képzelet és tapasztalat is hiányzott ehhez. Voltak jó rész elképzelések, jogos elméleti kritikák és felvetések, hiszen a kialakuló válságra valahogy reagálni kellett, és elég általános volt az útkeresés már 70-es évek közepétől kezdve. A politikai publicisztika kezdett érdekessé válni Magyarországon. Itt is ül néhány szerkesztő, Vörösték Károlyjal az élen, akik sokat tettek azért, hogy ezek a különböző koncepciók nyilvános megvitatás tárgyai legyenek Magyarországon. Nyilvános viták zajlottak a kettős társadalomról, a pluralizmus szükségességéről, a decentralizálás előnyeiről, a demokratikus nyilvánosságról és így tovább. A rendszerváltás közvetlenül megelőző években számos nagyobb átfogó reformjavaslat is megfogalmazódott, például a két kamarás parlament ötlete, ezzel nem csak Pokol Béla házat, hanem például a társadalmi szerződésben is ez szerepelt, ahol kicsit a lengyel mintára, ahogy tudjuk, hogy a szenátust a nem azt magának tartotta meg, tehát a központi bizottság az szerepelt egy ilyen kvázi felsőházként, de a lévő alsóházban a társadalom érdekeinek reprezentatív módon meg kell jelennie. A hatalom megosztás új rendjéről a párt és az állam között voltak életős elképzelések. Az alkotmányosság és az alkotmánybíróság kezdeményezése is ekkor indult meg. Annak idején mégis sokat állította Gombár Csaba, ő volt a legkövetkezetesebb politológus akkoriban, hogy ezek többnyire inkább velleitások, akaródzások, nincsen valódi politikai alternatívák voltak. Tehát ahogy Klaus Tamás megkülönböztette, hogy vannak reform koncepciók, és vannak tényleges reform politikai alternatívák, ezek nem reális alternatívák voltak, tehát nem volt mögöttük szervezett társadalmi erő, ezek koncepciók voltak. Ezzel nem értékelem le őket, csak a helyzet logikáját szeretném érzékeltetni. Most, ahogy az említett német kolléga sem vonult le a pódiumból, hanem megfogalmazott néhány gondolatot az új orosz belpolitikai viszonyok alakulásáról, egy Jelcincs Csina idején, úgy én sem kívánok kutatni a hatalmaság mindennével, és mégiscsak megpróbálok néhány reflexiót fűzni a politikai reformok alakulásához, szélesebb kontextusba ágazva a politikai reformok ügyét. Közismert, hogy a vesztett háború után a szovjet típusú állam szocialista rendszert kézen kaptunk. Ahogy egyébként Németország nyugati felében is a megszálló hatóságok írták elő a liberális demokráciát a legyőzött német társadalom számára így. Nem is szerették eleinte, azt mondták, ez a büntetés a háború elvesztésére. Csak a 50-es évek közepetáján szerették meg a demokráciát a németek. Ahogy a rendszerváltás után mi magunk is jó részt nyugati mintákból tákoltuk össze a liberális demokrácia alkotmányzó alapjait. Sztálin legjobb hazai tanítványai igyekeztek az 70-es évek végén szolgaira lemásolni a szovjet modellt. Az a remény, amelyet a itthoni és a visszatelepülő kommunisták közülük sokan dédelgettek, hogy egy másfajta genuin eredeti magyar szocializmust építhetnek majd, kiúlnak bizonyít. A hidegháború hatalompolitikai konstelláció, a befolyási zónák felosztása és a szuperhatalmi konfrontáció eleve meghibbították ezt az esélyt. Az így módon bevezetett monolit rendszert, amely a kommunista párt hatalmi monopóliumán, az államosított gazdaságon és az ideológiai indoktrinációval alapult, négy évtizedig végsősorban egyetlen közép-európai országban sem sikerült megindulni. Ennek alapvető oka a szovjetek ellenállása, szükség esetén katonai intervencióra volt. Az úgynevezett Brezhnev doktrína világossá is tette, hogy nem engedelti részt az eredeti modelltől. Azok a kísérletek, a 1953-os berlini felkelés, a lengyel és magyar 56, a csehszlovák emberalcú szocializmus 68-ban és végül az 1980-as lengyelországi események, amelyek le akarták vetni ezt a kényszerzubont, hiába voltak esetleg szocialista öntösben, vagy koncepciók alapján állva, mind kudarcot vallottak, mind kudarcra végződtek pontosabban. Voltak fontos különbségek persze a szocialista távol egyes országainak politikai viszonyaiban.
mint például a több pártrendszer, legalább némleges fenntartása versus egypárti hatalmi monopólium, vagy az eltérő társadalom, politikai és gazdaságfejlesztési alternatívák. Gondoljunk a szövetkezeti politika eltérésére Magyarországon és Lengyelországon. A kicsi kívül lényeges különbségek a hatalom gyakorlás stílusában, az úgynevezett szövetségi politikában. Alapvetően ezek azonban nem változtatták meg a hatalmi politikai struktúra lényegét. Az a rendszerváltási fennmaradt. Beltartalma változott, de a modell maga nem. A monolit berendezkedés szívósága azonban nem csak a katonai erőnek, hanem magának az államgazdaságnak is szerves következménye volt. Az államosított gazdaság ugyanis nem viselte volna el a szeszélyesen változó hatalmi központok irányítását, tehát még az alá esett. A politikai demokrácia ugyanis eleve feltételezi a polgári társadalom és az állam világos szétválását, ahol az egész gazdaság, az államhatalom függvénye, ott nincs esély valódi többpárti pluralista demokráciára. És ennek következtében ott hiányzik a monolit hatalomnak a kontrollja. Ebben a szovjet típusú rendszerben a hatalom centrumában tudjuk a párt, szervezeti és programalkotási monopóliuma áll. A fő probléma az volt, hogy a hatalomnak emiatt nem volt valóságos kontrollja. A hatalom megosztás intézményei formálisak maradtak. Ezért is fajulhatott el a sztálinizmus idején egyszemélyi zsarnokságá, sőt, rémuralommá, amelynek végrehajtó eszköze a személyi függőségen alapuló hierarchia és bürokrácia volt. Nálunk is a parlament látszat életet élt. Az alapvető törvényeket az elnöki tanács hozta, illetve rendeleti kormányzás folyt a minisztériumok részéről. A párt társadalom feletti ellenőrzésének mechanizmusa a nomenklatúra rendszer volt. Az érdekképviseletek ugyan nem hiányoztak, de inkorporálták őket a hatalmi rendszerbe. Ezzel szemben a civil társadalom autonóm kezdeményezéseit elnyomták, illetve később szoros politikai kontroll alatt tartották. Nem léteztek valódi települési önkormányzatok. Az önkormányzatiság maradékát a tanácsrendszer hierarchikus közigazgatási rendszerében számolták fel. Most kezdünk visszatérni másodikra. A parlamenti választások aklamatik, azaz jóváhagyó jelenlőek voltak. Hát ezt mutatja a 90% fölötti eredmény. Ugye mindig politológusok mindig mondják, hogy 51% az több, mint 99, mint a 99. A hazafias népfront, mint a felszámolt többpártrendszer csökevénye, maradványa, jelöltjeivel lehetett szavazni. De a jelölési rendszer szoros pártpolitikai kontroll alatt tartották, még a helyhatósági választásokon is. Ilyen formán legális útfront a rendszert felszámolni, de még igazán megreformálni sem lehet. Tudom, hogy a konferencia elsődleges tárgya a magyar gazdasági reformok által kiváltott jelentős társadalmi változások és annak politikai következményei. Nos, a gazdasági reformhoz követelt kapcsolt politikai reformok valóban döntő mértékben érintették az alapvető társadalmi érdekeket. Az irányítási rendszerben bekövetkező változások szükségesek lehettek a piaci mechanizmusok érvényesüléséhez, de a rendszer alapvető hatalmi politikai struktúráját nem változtatták meg, nem is változtathatta ez azon lényegesen anélkül, hogy a rendszer egész jellege meg ne változott volna. Ez volt az a 22-es csapdája, amelyben minden reform politika belbődött. A rendszer talaján maradva ugyanis nem lehetett lényeges reformokat követelni és megvalósítani anélkül, hogy ez ne rendítette volna meg a rendszer alapjait. És itt most a társadalmi alapokra is gondolok, nem csak a politikaiakra. Márpedig a reformok lényege a folyamatos és békés változások sora, amelyek hatékonyabbá, olajozottabbá, de demokratikusabbá is tesznek egy rendszert, miközben azt magát nem számolják fel. Az a benyomásom, hogy nem csak a hazai reform értelmiség nem értette meg ezt igazán, magamat is beleértve, hanem a demokratikus átmenetekkel foglalkozó jelentős nyugati szerzők sem. Utalnék Ott-Donnellnek egy ilyen összehasonlító tanulmányára, amelyik a demokratikus átmenettel foglalkozott, ezt általában tranzitológiai irodalomnak nevezik. Ennek egyik fontos tézise volt, hogy az autoriter rendszerek demokratizálásának akkor lehet esélye, ha nem változtatnak az alapvető tulajdonviszonyokon. Nos, ez a mi esetünkben képtelenség lett volna, hiszen a piacgazdaság működésének feltétele éppenséggel az állam kiiktatása a gazdaságból, a magántulajdon rehabilitálása,
állam és polgári társadalom szétválasztása, mint a demokrácia feltétele. A hazai politikai viták félszegsége és zavarodottsága többek között abból is ered, hogy a szocializmus nem szívesen adtuk fel. Itt most saját tőlemben is beszélek. Én is következetlen voltam mind a pluralizmus ügyében és más tekintetben is. Nem akart nagyon sok ember, nem akart valóban olyan mértékű változást, mint amilyen bekövetkezett a rendszerváltás idején. Tehát nem akart egy kapitalista restaurációt. Egy teljes kapitalista restaurációt is. Lehet, hogy egy kínai modellel beérték volna, de az akkor nem volt kilátás egyáltalán igaz. Mert ugye a szovjet rendszer nem tudta magát megreformálni, a kínaiak meg ugye a globalizációban való visszakapcsolódásra, mégiscsak egy egészen új modellt kezdtek el megvalósítani. Most lehet az önzatkozni, hogy ez még szocialista, vagy kapitalista, vagy miféle csodabogár ez, de kétségtelen, hogy ők meg tudtak maradni, és a Szovjetunió megy össze. Nem tetszett a monolit politikai rendszer. De azt nem lehetett elvitatni, hogy a rendszernek jelentős civilizatórikus és emancipációs teljesítményei voltak, amelyet magunk volt félteni. Azt hiszem, hogy az azóta eltelt negyed század története, a társadalom kettészakadása, a növekvő elnyomorodás, a decivilizálódás látványos jelenségei, végül a személyi függőségi rendszer visszaépülése a mai politikában, a történelemben ismert Orlán bátyám feudális viszonyok újra megjelenéséig igazolja ennek a félelemnek a jogosságát. Ezt a feltételezésemet hatámaszom alá Konrád Györgynek azzal a nevezetes mondatával, hogy a demokrácia ára a kapitalizmust, és kénytelen kezdetlen elfogadtuk a kapitalizmust, amit egyébként nem igazán kedveltünk. A valódi politikai reformok bevezetése tehát végső soron elkerülhetetlenül a rendszerváltásba kellene torkoljon. Ahhoz, hogy egyáltalán erre esély nyíljon, azonban a külpolitikai feltételek gyökeres változására volt szükség. A nemzetközi rendszer megváltozására. Beigazolódott sajnos Max korai tényise a német ideológiából, hogy a kapitalista világgazdaság minden jelentős expanziója felszámolja a helyi kommunizmusokat. A Szovjetunió nem tudott megbírkozni a globalizáció kihívásával, amely a mai kapitalista világgazdaságnak egy látványos expanziója jelenti. És a gazdaság politikai rendszerre elhibázott volt, most ebben nem bocsátkozik, de én nem vagyok a közgazdász, de olvastam nagyon mélyen számú elemzéseket arról, hogy egy olyan ország, egy fejlődő ország, mint amilyen a Szovjetunió is volt, amelyik a nyersanyag kitermelésbe investál a legtöbbet, nem a gépgyártásba, nem a gazdaság teljes spektrumát próbálja megfejleszteni, nem a tudományos technikai forradalom föltételeit igyekszik megalapozni, hát az hosszú távon keresésre kívülne. És hát ezt már tudtam a rossz válság kibontakozásával. Itt nem hangzott el, egy közgazdász azt mondja, hogy az egyik oka annak, hogy nem tudták a katonai, hogy mondjam, fejlesztéssel valahogy finanszírozni, az olajár világpiaci árának a radikális megváltozása volt. Egyszerűen nem volt elég jövedelem ahhoz, hogy fenntartsák azt, ami addig létezett. De a Szovjetunió rendszere megmerevedett, a társadalom demoralizálódott, és egész évben képtelen volt a gazdasági és a politikai megújulásra. Ami már most minket illet. Tudni kell, hogy minden politikai rendszer a belső támogatás mellett mindig rászorul a külső legitimációra is, amit egy mögötti álló hegemon hatalom biztosít a számára. Emlékeztetek még egy Németország, mert japán viszonylag álló után, a nulls tüntet el demokrácia, így mondták, hogy demokrácia nulla órája, ahol nincs 10 évig megszálló hatalom, nem biztos, hogy az a gazdasági csoda és demokratikus fejlődés tud stabilizálódni, ami ott jellemzővé vált. Milyen a Szovjetunió feladta a birodalmi ambícióit, és kinyilvánította, hogy kvázi elengedi csatlós országainak kezét, teljesen úgy helyzet állt előre. A hatalom helyi képviselői mögött többé nem állt egy világhatalom, amely külső legitimációt biztosított volna a monopól helyzetének. A gorbacsovi reform folyamat tehát kedvező hátteret teremtett a rendszer békés változását előkészítő reformoknak, amelyek egy gyorsan ütembe vezettek be. Értelemszerűen csak a reformszocialisták kezdeményezhették ezeket, mintán másnak ehhez nem volt kurva.
Ahogy Lengyel László plasztikusan fogalmazott annak idején, a reformerek olyan sebességgel szárkultottak előre a politikai reformokkal, hogy az ellenzéki pártok alig győztek utána dolgozni. Tőkés Sutov ezt a tényt a következőképpen fogalmazza meg. A reformcsomag által kiváltott demokratizálás eredményei messze felülmúlták az eredeti kezdeményező vállalkozásait. Ennek köszönhetően az állam, a közigazgatás, a helyi tanácsok működése, a bíráskodás, a választási rendszer, a tömegszervezetek és a gazdaságpolitikai lobbik tevékenysége fokozatosan felszabadult a párt közvetett gyárkodása alól. Mindezzel nem kívánok annulálni azt a tényt, hogy a rendszer ellenzéke a maga kritikájával, a kiprovokált vitákkal, autonóm önszerveződésével fontos erjesztője volt e folyamatban. Egy hatalmi rendszer átalakulása mindig legitimációs válság kísérletében zajlik. De ennek létrejöttéhez nem elég a tömegek diffúz elégedetlensége, szükség van egy szervezet alternatívára, amely választási lehetőséget kínál fel a fennállóval szemben, és fókuszálja az elégedetlenséget. Ilyen értelemben tehát a magyar demokratikus és népies ellenzék megszerveződése és nyilvános fellépése fontos, sőt döntő eleme volt a változásoknak. A magyar átalakulás fontos jellemzője lett más országokkal szemben, hogy a politikai pluralizmus, a változás, hát a régi rendszer keretei között is lezajlott. Az új rendszer kialakítása a pártok közötti alkufolyamat esetében lett. Ugye a politikai elvédés kezdődött a 85-ös többségjelölési országgyűlési választásokkal folytatódott, most nem kívánom az egész folyamatot végigmondani, ugye amikor megjelentek ellenzéki képviselők a parlamentben és szentelekedtek Kádár Jánossal. A folyamatosan napirendre kerültek a demokrácia kérdésére, a változások irányba. A párt belül is meghasonlott, vagy 200 ezer ember kilépett a pártból. Az MSZNP pedig szép, lassan sorra feladta a monopolista hatalmi pozíciót. Egy kb. Határozatban lemondott a nomenklatúra rendszer alkalmazásával. Lenyelte 56 névfelkeléséig a alákülönösítését, ami alást a legitimáció jogcímét a kizárólagos hatalomnak. Határozatban foglalta a politikai pluralizmust. Elfogadotta az új gyülekezési törvényt. Beszüntette az ellenzéki tevékenység kriminalizálását. Ezek még mind a rendszerváltás előtti reformok sorába tartoznak. Beleegyezett a nemzeti kerekasztal tárgyalásokba, és így is hitte azt. Mindez egy sajátos politikai nemzeti váltás következtében, vagy azzal párhuzamosan zajlott. A vörösök vagy komisszárok és a szakértők vitájában az utóbbi győzött. Mint a gazdasági társadalmi válság kezelésébe be kellett vonni a szakértői értelmiséget, ami egy jogos, fontos szerepet jutott a változások irányának megszabásában. Végül a kormány mindinkább kikerült a közvetlen párt irányítás alól, míg végül szakértői kormányként működött közre a rendszerváltás előkészítésében és végig vitatében. Mindenben nagyon fontos szerepe volt a jogalkotásnak, az alkotmányos jogállam intézményei helyreállításának. Itt most utalnék a Kulcsár Kálmán Kidényi Gézes mások koncepcióira. Egy dolog nagyon lényeges befejezésű, hogy a kerekasztal tárgyalásokon tulajdonképpen készen álltak mindazok a reform koncepciók, valódi politikai reform koncepciók, amelyek a rendszer átalakulásához vezettek. És ugye a pártok közötti alkohol ezeket finomította, kicsit stilizálta, stb. Egy-egy pontokon lényegesen változtatott is rajta, de egész ide véve a reform értelmiség és a reform szövetség a párton belüli reform szocialisták, hogy mondjam, kezdeményezése volt az, aminek alapján a rendszer megváltozott. De hát természetesen, ha egy ilyen nagy átalakulás, amelyik egy egész régiót átalakul, sőt, ugye hát egy véget vett a hidegháborúnak és teljesen más politikai konstellációba helyezett egész térséget, hát az, annak nem volt nagyon választása abban a tekintetben, hogy hát milyen irányba tartsanak a változások. Tehát az a fajta politika, ami a rendszerváltás után indult meg, hát ott abban sok probléma van, többek között azt, hogy hát egy csomó olyan vívmányt feladtak, amit nem kellett volna, szerintem szuboptimális módon adott a rendszerváltás. A pártok hatalmi tüdeketésében, versenyzésében nem vették igénybe többé a szakértők,
szolgálatai gyalapvásra kezdették őket, mint ex-kommunista figurákat, és túl, azt mondom, túl messze mentek abban, magát az alkotmányt is korlátozták, ignorálták, mondom, hogy a szövetkezeti tulajdon egyenlagúságára és egyebekre vonatkozó kitételekre, amiket figyelmen kívül hagytak. Tehát túl messze mentek a rendszer átalakításában, és a mai problémáknak jelentős része ebből is eredik. Ezzel befejezném. Köszönöm.